Hát itt lehet, itt lehet veretni, mert... Mi van, mi? Mi van, Patrik? Na, sziasztok, srácok! Ebben a videóban bizonyítani szeretnénk, hogy a hülyeség határtalan, ezért kijöttünk szakadó esőbe crossmotorozni. Mivel én a rossz térdem miatt annyira nem szeretnék kockáztatni, ezért én maradok inkább az autónál, vagy videózásnál, szóval most nem fogok motorozni. Az egyik előző részben már szárazon és nagyon nagy szél volt, de crossmotoroztunk. Iminek a motorjával, most polgárgegék is hoztak ki egy motort, meg Imi is. Itt van a hámuritom is, én is, Patrik is. És meglátjuk, mi lesz, esik az eső. Egész este imádkoztunk, hogy ne essen ma az eső, hát nem sikerült. Közbe szólt az időjárás, és... Szóval szakad az eső. Szakad az eső, és még sár van egy picit. Na akkor még megnézik az autót, hogy megy. Letesznek egy kis pályát a srácok. Ez maradt a régi. Maradt a régi. A srácok kijelölik a pályát, kis karókat tesznek le. Meglátjuk, hogy mi lesz. Motorozgatnak, reméljük, hogy semmi probléma nem fog történni. Ezt videóztok? Csá-csá-pá! Csak ne nézd el a kanyar! Amúgy ott én majdnem elbementem a tóba! Van! Veszek a fejem! Húzzad! Csak ilyen szembe cseppel! Jaj! Erre beszéltem! Hajtottak át a kérdésre! Elhetett a...
Figyel, bennél ugyanúgy. Ott a jégen van. Hát, de sárnak meg. Igen, látom. Ott már csúszik ezeket. Merit, döntöm? Ott már csúszik. Nem tudok. De úgy néz, ahogy illik. Igen, valami érdöntöm. Helyért mennek Zoliék 4-5 fele, után érted? Tehát akkor berakjuk, hogy az elején? Jaj! Jaj! Benne van az akó! De beleradtam! Látta ezt az anyját! És fel lehet így? A 4-50 szerint nem tudnánk most futrozni. Hát, semmi hozzá. Igen. Legyen. Menj a Todi! Ő tud motorozni. Mindjárt milyen jön vissza?